Sok szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Nadine vagyok, nemzetközi jósnő és médium. Önök a Karmán innen és túl című műsort látják. A mai napot is velem fogják együtt tölteni. Ugye most egyedül jöttem, és megmondom, hogy miért lesznek. Tehát ugye minden héten szoktam hozni ugye kis vendégeket, de szintén kérésre írtak nekem, hogy beszéljek az emberi érzésekről. Mi történik a mai világban? Mi történik itt a mai energiák? Hogy állnak össze? Mit éreznek az emberek? Miért vannak megzavarodva? Miért tudnak előre menni? Miért tudnak törtetni? Hát ez nagyon érdekes téma, nem tudom, hogy fogom ezt befoglalni, ugye itt azért 25 percbe, mert erről ugye órákat, akár napokat is lehetne erről beszélgetni. Hát megpróbálom röviden és nagyon tömören összetenni ezeket ezt a mai témát. A következő. Ezek az energiák, ezek már nem olyanok, mint régebben voltak. Volt egy lassabb világ. Szépen, csak menjünk vissza, csak mondok egy példát, 50 vagy 100 évre. Az embereknek mi volt a fontos? Megvolt a kis lakásuk, megvolt a kis életkörnyezetük, elmentek, dolgoztak, megcsinálták azt, amit kell, nem volt annyira ugye eliparosodva, nem volt ennyire eltechnikásodva az egész élet. Mit csináltak? Elmentek, dolgoztak, hazamentek, vagy kimentek a kis kertbe, kertészkedtek, vagy a gyerekekkel játszottak, vagy mint barátok összeültek, tudtak egymással foglalkozni, ugye? Mit csináltak? Társasági életet éltek. Nagyon fontos volt az, hogy egymásra odafigyeljenek és egymással törődjenek. Persze ebből voltak később problémák, mert valakinek szeretője lett, valakinek ugye hatalmas a családi botrányok jöttek, akkor ugye állandóan a pletykálkodások, a veszekedések, tehát annak a kornak is megvoltak a pozitív és negatív oldalai. Viszont a mai világ milyen? Mai világban az ember egyet akar, most gyorsan megélni azt, amit kell. És ezt ugye kicsit önzően teszik. És miért? Azért, mert úgy érzik, hogy lekésnek. Lekésnek valamiről, lekésnek egy olyan dologról, amit úristen, hogyha én ezt most nem tapasztalhatom meg, akkor kész, holnap már nem lesz az enyém. Nem jó. Vannak bizonyos élethelyzetek, ugye régebbi adásomban volt benne, amikor erről beszéltem, most éld meg, most kell megcsinálni, most kell létrehozni, de én úgy gondolom, hogy azért nem ilyen kapzsi módon. Tehát az emberek elmentek egy olyan világba, ahol az önzőség, a kapzsiság, a pénz, az uralja a világot, a hatalom. Ki vagyok én, ugye nagy mellényen járkálnak itt a férfiak, hogy ez vagyok én. A nők ugye mennek műkörömmel, magasabbú cipővel, semmi probléma ezekkel, csak szálljunk le a földre. Éljünk meg egy reális életet. Vannak a plázacicák, nagyon szépek, nagyon kedves hölgye, ugye, és vannak az átlagos emberek. Mind a kettőnek van pozitív, meg negatív oldala. De könyörgöm, tehát ne az legyen, hogy taposok a másikon. Sajnos, csak egy élő példát hagyj hozzak föl. Nagyon sok ember azt mondja nekem, hogy tudod, Nadine, régen az volt, tanultál, hogy megcsináltad a képzéseket, megcsináltad az iskolákat, bekerültél egy helyre, ott dolgoztál. Jó, most ugye nem beszélek arról, hogy egy ember volt, aki elkezdett 18 évesen dolgozni, ugye öreg anyánk idejében, elkezdett 18 évesen dolgozni, lehúzott 20-30 évet egy helyen, max váltott még egyszer az életében, de utána megmaradt ugye, maradt a másik helyen ő végig nyugdíjáig. A mai világban nincs ilyen. Egyetlen egy. Elvégeztél egy iskolát, milyen kapcsolatrendszered van? Ha jó a kapcsolatrendszered, akkor be tudsz kerülni, ha nem jó a kapcsolatrendszered, akkor félig meddig, hogy vesz egy gyémánt vagy, igaz? Hiába van tudásod, hiába van meg a képességed, hiába van meg hozzá a karaktered, hiába vannak adottságai, azt fogják mondani, bocs, nem ismerünk, menj innen, ugye? Ötször annyi küzdésébe kerül. Valaki meg ugye azt mondja, hogy nehéz volt megszületnem, ez volt a legjobb problémám, és onnantól kezdve anyu, apu elintéz mindent, vagy kialakítottam egy olyan baráti kört, amire azt mondja, úgyis segítenek nekem mindenhol, mert megtehetem. Csak egyetlen egy baj van. Tehát amikor nem szakember ül bizonyos székekbe, hatalmas a problémákat okoz. És miért? Csak mondok valamit. Ha én oda mennék, és le kéne vágnom egy hajat, hát lehet, hogy az ügyfél azt mondaná nekem, vagy a vendég, hogy úristen Nadine, hát maga mit csinál? Hát mit? Hát az igazság, hogy jó volt a protekcióm,
betettek engem, hogy fodrászkodjak, hát tudod, volt ismerősöm, levágom én neked a hajadat, aha, csak lehet, hogy úgy, hogy van be is perel, mert nyúlásgéppen nyírom le ugye az embernek a haját, ugye, mert nem értek hozzá, mit kell csinálni. Vagy belevágok úgy a hajába, hogy ilyen hullámos lesz, ugye majd divatnak megfelelem, mert hogyha tengerhez megyünk, akkor hagy hullámozzon, ugye ezt szokták mondani. Én úgy gondolom, hogy azért én maradjunk annyiba, hogy kicsit reálisan nézzük az életet, az emberi érzéseket. Hagyjunk élni és élni hagyni. Mindenkinek van területe, ahol tud boldogulni. Mindenki egy kicsit figyeljen oda az emberi érzéseire, egy kicsit a becsületére. Ez munkával kapcsolatosan fejezem ki, nagyon sokan úgy vannak, benne mennek munkahelyre, tök jó, el vannak, elkávézgatnak, elbeszélgetnek. Utána a következő lépésben, aki kolléganővel ugye beszélgetett, kávézott, úgy, hogy van, előveszi a nagykést, és bele a hátába az embere. Miért kell ezt? Ott kávézol vele, akkor mondd meg kávézás közben, hogy figyelj ide, Juliska, ez is ez a problémám, vagy figyelj ide, Mariska, ez is ez a problémám, meg tudjuk beszélni. Na az legyen, hogy szerencsétlen ember föláll, jó indulattal van az irányadba, és közben így beleteszed a kést a hátába. Inkorrekt. Tehát én azt tudom mondani, hogy köszönöm szépen, nagyon aranyos vagy, mert minden, viszont ott az ember el is vágta magát, tehát ezt szoktuk. Elég sokan vagyunk így, hogy ha arra nem vagy képes, hogy belemond az emberek a szemébe, vagy kommunikáljál, akkor tudom, itt a nagy kis ne bártsod bele a hátádba, mert lehet, hogy a másik ember megfordul, és a baltával fog leütni téged. Tehát ezzel azért egy odafigyelést igényel. Jó? Ez munkaterületén mondom az érzések megélését. Valamikor tényleg az ember kiválaszt egy nagyon jó munkahelyet, bele tud ülni, tudja csinálni dolgát szívvel, lélekkel, sokkal nagyobb lépésekkel tud előre menni, akár a cég, akár a vállalkozás, hogyha örömmel, harmóniával dolgoznak az emberek. Fontos odafigyelni ugye az emberi dolgokra, az emberi érzésekre, az emberi lélekre. Ha valakinek rosszabb napja van, akkor ne kérdezgessük már, hogy halló, mi a fene bajod van, és 8-szor után is még halló, mi a fene bajod van. Ne csináljuk, hagyjuk, hagyj élje meg. Lehet, hogy valami ajtó magába akar feldolgozni, amiről nem akar beszélni. Miért kell noszogatni az embert? Miért kell számunk kérni? Miért kell azt mondani, hogy gyerünk, mondd el. Nem biztos, hogy el akarja mondani. Legyünk rá egy kicsit tekintettel. Valamikor az ember vissza akar húzódni, éljük meg ezeket az érzéseket, hagyj húzódjon vissza, és ugye tegyünk magunkat takarékra. Párkapcsolatban. Nagyon érdekes, hogy párkapcsolatnál, ezt mondom, nagyon röviden tudom csak összefoglalni, mert azért itt elég rövid az idő. Párkapcsolatban ez egy örök téma marad, az érzések megélése. Ami mostanság téma ügyfélkörbe, Nadin, van egy párkapcsolatom, nagyon jól meg vagyok a férjemmel, tökéletes minden, de jött egy harmadik fiú, vagy lány. Hűha, akkor szoktam azt mondani, hogy anyukám, hogy a tökéletes minden, akkor mit keres ott a harmadik fél? Ugye? Tehát akkor mégiscsak valami hiba csúszott a számításba, mégiscsak valami Winchester probléma van ott a számítógépnél, hogy hoppá, bejött egy harmadik fél, ugye hívjuk őt vírusnak. Nincs az semmi baj. A vírus az mindig megfertőz. És amikor egy stabilan álló házasság, már azt mondják ugye itt az emberek, hogy így szeretem a feleségem, úgy szeretem a férjemet, és közben ott a harmadik fél, hát bocsánat, hát akkor valami nem klappol. Szokták mondani, hogy Nadine, de most mit csináljak? Szerettem, valami van bennem, tehát a mai téma, pillangók vannak a hasamba, ugye? Szokták mondani, pillangó van a hasamba, hát én ennek nagyon örülök, nagyon szép, nagyon jó, viszont nézzük meg, mi a probléma a házasságoddal, milyen érzéseket élsz meg, mi az, ami fontos neked, mi az, ami hiányzik. És amikor ezeket végigvettük, akkor jön a szeretői státusz, ugye? Megnézzük a szeretőt. Na nézzük, hogy akkor a szeretőnél. Mi az, amit ad? Mi az, amit szeretsz benne? Mi az, ami vonz téged oda hozzá? Mert lehet, hogy csak egy szexuális kapcsolat lenne, ugye? Ma azt mondják sokan, hogy figyelj, Nadin, tudod, én nem éltem ki az életemet, az az igazság, hogy első volt a feleségem, vagy első volt a férjem, vagy csak második, és hát kíváncsi vagyok. Akkor menj, éld meg, hogyha neked erre van szükséged, akkor éld meg. Egyetlen egy. Szokták mondani, hogy Nadin, te mit tanácsolsz? Ugye mindegyik ember más és más típus. Nem biztos, mert baráti körbe szokták, adják a nagy okos, mit tegyél, mit ne tegyél, ugye? Én mindig azt mondom, hogy nézzük meg az embernek, milyen a lelki beállítottsága, milyen neki a neveltetése,
milyen neki a lélekrendszere, milyen neki a karaktere, és ő saját maga mit akar. Mert ebből csak kettő nem klappol, és onnantól kezdve elcsúszott az, amit ő igazán meg szeretne élni. És miért soroltam föl ezeket? Azért, mert baráti körbe, vagy ügyfélkörbe is nagyon sokszor hallom azt, figyelj Nadine, barátnőm ezt is ezt javasolt, hogy ezt is ezt csináljam a pasival, hogy feküdjek vele össze nyugodtan. Hát, de tudod, és akkor itt jön ki a probléma. Lehet, hogy nem is olyan neveltetést kapott. Lehet, hogy egy kicsit ilyen zártabb volt a neveltetése. Vagy lehet, hogy nem olyan a lélekrendszere, hogy ő bármikor úgy össze tudna bújni egy férfival, hogy az teljesen boldogságban meg tudja élni. Ne adjunk hülye tanácsokat az embereknek. Nézzük meg az embert. Ugye szokták mondani, hogy Nadine, te olyan gyorsan meg tudod nekem adni a választ. Igen, egyet ne felejtsünk el. Van egy adottságom, ugye lehet, hogy egy kicsit lépéselőnyben vagyok egy átlag emberrel szembe. És miért? Mert lekérem az Akasa krónikáját az ügyfélnek, megnézem ugye a hatos síkot neki, vagy egy négyes síkot nézek neki, mi az, amit elbír, mi az, ami fontos neki, mi az, amiben ő bele tud menni, milyen játékokba, mert az ügyfél nagyon ügyesen, ő leül, és némelyik úgy hazudik, mint a vízfolyás. Jaj, Nadine, én már túlléptem rajta, jaj, Nadine, nekem ez kell, közben megdöglik belülről. Megszakad a szíve, hogy a pasi elhagyta őt. Mit csinál? Egy védekező mechanizmust állít föl magának. Ilyenkor szépen el szoktam neki mondani, hogy igen, ezzel a pasival ezt megélted, most egy kicsit nehéz, megnézzük, hogy mi van a lelkébe, és akkor utána helyre pakoljuk őt. Meg kell érni az érzéseket, akár pozitív, akár negatív oldalról. Hogyha valaki belemegy egy hármas párkapcsolatba, ugye én egy kicsit konzervatív vagyok, de mindenkinek joga van mindenhez, ugye szoktam mondani. Akkor viszont vállalni kell a felelősséget. Mi jön azután? Lehet, hogy azt fogja mondani, hogy az adott párkapcsolatában, amiben benne van, hogy bocsánat, én itt befejeztem, kiszállok, mert az a igazság, hogy a másik jobb. Illetve történhet az is, hogy a szeretőnek mondja azt, hogy figyelj, de ne haragudj, arancs volt, jó voltál, de maradok a házasságomban benne, ugye? Az érmének két oldala van. Vagy a harmadik szituáció azt fogja mondani, hogy hú, de jó, hogy jött ez a szerető, felnyitotta a szememet, de csak addig kellett nekem, ameddig ugye a párkapcsolatomat megláttam, most látom, ez is egy A játékos, ez is egy A játékos, én meg leszek egy B játékos, tehát mind a kettőt kitolom az életemből, és majd megvárok egy harmadik felet, aki jön, és olyan, amilyet én szeretnék. Tehát ugye a házasságból ki tudott lépni, mert egy töltő, úgy szoktuk hívni, tehát egy ilyen lélek töltésre bejött egy szerető, kihozta belőle azt, amit kellett, és én szépen kiléptem a házasságomból, és majd megtalálom a megfelelő szemét, aki hozzám illik. Azért én azt gondolom, hogy nagyon jók az emberek, hogyha kapnak egy tisztán látást. Ha tisztán rálátnak az emberi kapcsolatokra. Itt ugye nem csak a párkapcsolatot értem, hanem az emberi kapcsolatot, a gyermek-szülő kapcsolatot, a baráti kapcsolatokat, a testvér kapcsolatokat, anya-apa kapcsolat, anya-gyermek kapcsolat, bármilyen fölállásban, de meg tudják élni érzelmekkel. Hogy miért fontosak az, hogy tényleg tudjunk megélni? Azért már, hogyha nem élünk meg valamit, örök hiányosság lesz. De ismerni kell saját magamat, hogy én milyen típus vagyok. Tudnom kell azt, hogy most bocsánat, ugye vannak az egyéjszakás hölgyek, akik egy éjszakát együtt töltenek valakivel, vagy az urak, egy éjszakát együtt töltenek valakivel, fölállnak és elmennek, és vannak az olyan típusú emberek, akik azt mondják, hogy hát az igazság, hogy hát nekem ismernem kell az illetőt, akivel majd össze fogok bújni. Azért ezek nagyon fontos dolgok. Mert hogyha egy olyan ember kerül kommunikációba, egy másik emberrel, akit ugye tartós párkapcsolat, tehát ismerni kell neki az embert, ez a lassú lépésekkel melegszünk össze, az nem biztos, hogy jó tanácsot tud adni. Lehet, hogy jelenleg a helyzetben azt mondja, hú, figyelj, bújjatok össze, de lehet, hogy aki ugye kicsit érzékenyebb, jobban odafigyel a lelki világára, az hatalmas problémákat fog utána csinálni magának. Nézzük meg, hogy kitől várunk tanácsadást, nézzük meg, hogy valóban jó dolgot mond el, és egyet ne felejtsünk el, mi magunk hozzuk meg a döntéseket minden területen. Az, hogy mellé nyúlunk, vagy nem nyúlunk mellé, hogy pozitív irány lesz, mert negatív irány, bocsánat, te hoztál egy döntést. Volt olyanra példa,
hogy úgy kötött ki nálam egy kedves kis hölgyecske, hogy jaj, Nadin, belementem egy szeretői kapcsolatba, jaj, az igazság, hogy ez nem az én műfajom. Hát jó, rendben van. De ha tudtad már a kapcsolat legelején is, hogy nem a te műfőd, akkor oké, belementél, viszont akkor ez, könyörgöm, tegyük már egy olyan helyre, akkor lezárod, és nem húzzuk, mint a rétest. Mert csak belebetegszik az ember. És hogyha belebetegszik az ember, igen nagy problémák vannak, ugye? Azért a lélek, mikor történik valami körülötte, megbetegszik. És a lélek és az érzelmek nagyon összejátszanak. Ez olyan, mint a két tüdő. Ugye? A két tüdő az működik. Veszük a levegőt, kifújjuk a levegőt. Beveszük a levegőt, kifújjuk a levegőt. Ugyanilyen a lélek és az érzelem. Ha az érzelem sérül, ugye? Akkor ott a lélek megbetegszik. És hogyha a lélek megbetegszik, akkor ott fizikális probléma jelentkezik. Na és ilyenkor szokott előjönni az, hogy nagyon oda kell figyelni az egészségre. Ugye itt főleg itt arról van szó, hogy ugye a mai téma az emberek és az érzések, az érzelmek. Tehát nagyon fontos az, hogy tényleg hogy érezzük magunkat, hova tesszük a gondolatainkat, ha hibázunk, semmi baj, hogy hibáztunk, mindenki beleesik a hibába, abból tudunk tanulni, csak ne rágódjunk, könyörgöm. Mert miért? Nagyon sok ember, mikor tudom, hogy eljön hozzám, és mondja, figyelj, Nadim, tudod, állandóan fáj a torkom, állandóan pajzsmirigy problémám van, állandóan nyeléssel való problémám van. De miért? Elfojtott dolgok, elfojtott indulatok, nem kimondott szavak, ugye itt reked meg az emberbe. Mindig van valami, amit ki akartál volna mondani, és nem tudtad kimondani, és megakadt itt. És innentől kezdve a torokkal kapcsolatos dolgok mind letelepedett ide, és innen jön a probléma. Blokkoldásokkal lehet ezeket szépen megcsinálni. Következő probléma, nagyon sokan panaszkodnak a gyomrukra. Érzelem, megint, ugye? Mennyi mindent benyeltem, akár gyerekkorból, akár egy rossz párkapcsolatból, akár egy rossz munkahelyel kapcsolatosan, csak nyeltem, az még hagyján, ha a torok és a légzőszerveke keresztül rámegy a gyomorra, meg nem emésztett, ugye? Erre szokták azt mondani, hogy gyomornál meg nem emésztett dolgok vannak. Nem tudom megemészteni, mit csinálok? Inkább kihányom. Most bocsánat, hogy ezt így fejezem ki, de tényleg vagy az ember kipakolja magából, vagy ugye nagyon kemény problémák fognak belépni a gyomornál. Gyomorrák, fekély, bármilyen gyomorral kapcsolatos problémák, belekkel kapcsolatos problémák simán jöhetnek. Sokan mondják, hogy Nadin, nőgyógyászatilag rengeteg problémám van, mondd meg nekem, mit csinálja. Az orvos rajtam is segíteni nem tud, mert nem lát fizikai eltérést. Hát persze. Hogyha nem tudod megélni a nőiességedet, ha nem tudod kimutatni, hogy te mit szeretnél, milyen életet akarsz élni, most ugye nem mint a palotákról beszélek, hanem az, hogy mint nő, tudjad azt mondani, hogy igen, szép vagyok, csinos vagyok, értékes vagyok, szerethető vagyok, akkor a lélek megbetegszik. Csak egyszerűen, csak arra kellene odafigyelni, hogyha nem jön egy párkapcsolat, akkor könyörgöm. Tudjunk belőle fölállni, és tudjunk belőle kilépni. Először megpróbáljuk orvosolni, ugye? Tehát első körbe elmegyünk, tanácsot kérünk, akár párterápiára, akár ugye egy olyan szakemberhez, aki ugye ezekhez ért, akit párkapcsolati tanácsokat tud adni. Tehát menjünk el, kérjük meg azt, hogy segítsen. De könyörgöm, ne csináljunk azt, hogy benne maradunk egy rossz kapcsolatba. Hát a betegségek mindenhol fognak jönni. Ugye jöhet a válladra, a hátadra, a csukjádra, a derekadra. Soha amikor, mikor azt fogod mondani, hogy Nadin, én már olyan fáradt vagyok, hogy már mozdulni sem tudok. Persze, mert a lélek már kifutotta magát, el van fáradva. Tehát itt kellene az, hogy itt, az agyban reálisan ránézni a dolgokra. Nézzük már meg, hogy hol hibázol, hogy hol teszed magadat tönkre. Én mindig azt mondom, hogy az embernek lehetnek egészségi problémái, de mindig a lélekből jön, mindig az érzelmekből jön. Nézd meg, amikor le vagy csúszva érzelmi területem, minden bajod tud lenni, ugye? Hátad fáj, vállad fáj, gyomrod fáj, fejed fáj, füled fáj, nem akarsz tisztán látni, tehát a szemed kettős látás van, nem akarsz tisztán látni, minden fellép az embernél. Akár egy cukorbetegség is. Hát a cukorbetegség, hogy szeretetnek a hiánya. Hát van ügyfelem, hát soha nem felejtem el, a pasi 50 éves volt, együtt élt a feleségével, helyes kis felesége volt neki. És állandóan, naponta
valami, négyszer vagy ötször kellett szórnia magát a pasiak, súlyos cukorbeteg volt. A felesége mellett, megmondom őszintén, szenvedett. Majd bejött egy volt szerelme neki, egy régi osztálytársa neki, akivel mindig úgy mondván szerették egymást az iskolába, és úgy hozta az élet, hogy összetopta őket, és összejöttek. A pasi elköltözött a feleségétől, azt mondta, köszönjük szépen neki, ennyi elég volt, 10 év elég volt az életében. Összeállt a párkapcsolata neki, tehát ezzel a kis hölgyel, és a pasi orvosilagon bebizonyítva, orvosi papír van róla, a pasi egy hónap alatt kijött a cukor problémájából. És akkor elhozta a papírt, oda van írva, tehát orvosi, hogy megmagyarázhatatlan a dolog, hogy kigyógyult. Tehát megmagyarázhatatlan volt az, hogy ő hogy gyógyult meg ebből a bajából. Hát azért. Hát ő helyre jött, érzelmek helyre jött, annyira tudta magát boldoggá tenni, holott a cukorbetegségből azt mondják, hogy nem gyógyul meg az ember, mert ugye a hasnyálmirigye le van állva, ugye, ha jól tudom. Tehát, és ez az ember ez meggyógyult. Nem tudják megmagyarázni az orvosok, hogy hogy történt az egész, mikor ötször szórta magát állandóan. Ötször, mindig rosszul volt. És ez az ember, ez teljesen meg tud gyógyulni. Ugyanez van a rákos betegségekkel. Addig-addig problémázó dolgokon, amikor egyszer csak felüti magát a rák, akár a tüdőn, akár gyomorban, akár ugye csontrendszerbe, bármilyen belső szervre rá tud menni. Miért? Mert lélekben nem vagy stabil. Tehát, hogyha az érzéseket, az érzelmeket nem tudod megélni, és úgy, hogy harmóniába tedd, nem baj, hogy alkalmanként szenved az ember, csak ne maradjunk benne. Szenvedünk egy-két napot, utána álljunk fel, és próbáljunk meg egy kicsit tovább lépni. Próbáljunk meg tudatosan túllépni dolgokon. Írjuk ki. Nagyon jó, van a mellékhelyiség, ugye? Szoktam mondani, figyelj, otthon van a mellékhelyiséged, mert ugye az egy kultúrált világban él, ki lehet ragasztani oda a falra pozitív gondolatokat. Mindig egy erősítés, találsz egy idézetet, az internet teli van nagyon jó idézetekkel, nagyon jó gondolatokkal, tegyük ki. Úgyis még ülsz ott, és végzed a dolgodat, unalmadva elolvasok 2-3 idézetet, vagy 2-3 mondatot, teljesen rendben leszel. Viszont szeretném elmondani, hogy letelik lassan a műsoridőnk. Én annyit szeretnék elmagyarázni, illetve még a végszó jelent, hogy ezt elmondjam, hogy nem oktatni akarok senkit, csak jó tanácsokat. Próbáljuk meg az érzéseket megélni, próbáljuk meg magunkat harmóniába tenni, próbáljuk meg úgy élni az életünket, hogy egy kicsi boldogságot tegyünk bele, és tudjuk értékelni mindent. Napsütés, madarakat, zenét, egy finom kávét, egy jó illatot. Próbáljuk meg örülni a világnak, és ha ennek örülünk, a lelkünk is harmóniába fog kerülni, és az érzelmi rendszerünk is. Teljesen más lesz a kisugárzásunk, helyére fognak kerülni a dolgok. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak. Én nagyon szeretném, hogyha továbbra is néznék a műsoraimat. Valamikor hozok vendégek, valamikor egyedül fogok önökkel beszélgetni. Viszont tartsanak velem mindig. Vasárnaponként mindig új adás van. Nézzenek. Köszönöm, hogy velem voltak. Mindenkinek minden jót kívánok. Viszontlátásra. Nadim voltam.